Hát sziasztok! Üdvözlök mindenkit egy új videóban. Tudom, a háttér elég érdekes. A fények nem a legjobb. A Mikulásra videó lesz. Még van időm ezt a videót felvenni. Szóval az első dolog, az igazából már látható volt egy videóban is. Ki van bontva, az már így előre odaadtam. Egy ilyen gyertya. Igazából lesz ilyen mézes karács illatú, és nagyon finom illata van. Tehát tényleg ez a mézes karács illatú gyertya, ezt igazából így előre már odaadtam. De nem is értem magamat, hogy miért. Van egy másik dolog, amiről már az adott személy tud, hogy úgy azt amúgy úgy Mikulásra kap. Nem szeretném kivenni, mert elég hangos így is. Ilyen mikulászacskóban van benne. Most ez ilyen fényképet lehet rátenni. Dolomusz fényképtél rá. És itt van, látszik oldalt, ahogy elem. Ilyen mellékelek hozzá elemettek. Ide teszem le magam mellé. Az egyik, az egy ilyen szikszó. És egyébként azt elfelejtettem a videó elején leszögezni, hogy ez egyáltalán nem lesz hosszú videó. Csak így megmutatom a dolgokat, aztán így, ja, ez csak így készül ez a videó. Egyébként azt még leszögezném, hogy nem az ajándékok mennyiségéről, értékbeli összegéről van itt lényeg, mert nem az határozza meg az egészet, hanem az, hogy milyen gesztussal, milyen stílusban, milyen hangnemben adja oda az ember ezeket a dolgokat. És hát, na értitek, tehát ez a videó igazából csak meg szeretném mutatni, hogy nálunk igazából részemről ez az ajándékozás zajlott, és igazából mindent egy dolog, egy személy kapja, nem egy dolog, hanem egy személy kapja, mint az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dolgot egy személy kapja. Tehát van egy ilyenünk, a Ring Light nagyon gyönyörűen kisüti. Van egy ilyen, a Bottea, de ez egy citromos, ismétlem citromos fekete tea. Az így néz ki. És most ide nem tudom, hogy a hang milyen lesz, mert próbálom extra hangon mondani, hogy az adott személy ne hallja meg, de itt, hogy itt van a másik szobában. A következő az igazából egy ilyen cuki kis manós vászontáskában van benne. Most őszintén, nem egy extra cuki. És egyébként most figyeltem fel rá, hogy itt van egy szívecske, mert szerintem kicsezettül cuki. Na de nézzük meg, hogy mi van benne. Ez, mint láthatjátok, kettő darab dolgot rejt. Az egyik, most ezt így ilyen boxingon kívom nektek, és persze, hogy fordítva, ez egy 15 szemes, ez egy igazából olyan dolog, hogy ez limitált kiadás.
tényleg ez a videó nem felvágás, valahogy szásvág, mint tudom, miből készült, és tényleg a gesztus, a stílus és a